minden évben nagy sikerrel megrendezzük az idegenvezetői világnapot, és ebben egy időben mindig egy olyan szakmai konferenciát szeretnénk összehívni, illetve hívunk össze, ahol a szakmának a problémáit meg tudjuk beszélni, át tudjuk nézni, és hát nyilván az idegenvezetők itt külön kiemelt szerepet kapnak. Budapestet meg kell ismertetni a vidékiekkel is, és egy fénypontja kell legyen a vidékiek számára, hogy felmegyünk, megnézzük ezt a csodálatos fővárosunkat. Minden remény kormányzati szinten megvan arra, hogy mind a magyar gazdaság teljesítménye 2023-ban, mind pedig ezen belül a turizmus teljesítménye az pozitív meglepetéseket tartogat.
azt tudni kell, hogy mi az idegenvezetőket a szakmánk diplomatáinak tartjuk, mert ők képviselik mindenképpen legközelebbről a szakma érdekeit a látogatókkal is, meg mindenféle más üzleti partnerrel. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara idén 20. éve rendezi meg az idegenvezetői világnapot. A világon 30 éve kerül megrendezésre ez a rendezvény. Idén az apropója a 200 éves himnusz. Ennek a jegyében hívtuk meg a Kárpát-medence kiállítóit, résztvevőit. Egy hetes ünnepséggé lőtte ki magát, busszal, hajóval, gyalogosan, kerékpárral, villamossal. Több mint 8000 eddig a résztvevőknek a száma, és reméljük, hogy mindenki megtalálta azt az utat, ami számára kedvező volt.